Üdv itt az Eres TV-n! Ebben a videóban összeszedtem az ausztrál nagydíjak legemlékezetesebb pillanatait. Nézzük is az elsőt! A szezonzáró ausztrál nagydíjra ismét egy pont lett a különbség Schumacher és Hill között. Schumacher a 36. körben kicsúszott. Ezt a mögötte jövő Hill megpróbálta kihasználni. Démon Hill ebben a pillanatban megpróbálja megelőzni Schumachert és kilöki! Schumacher a pályaszélén, vajon Démon Hill tovább tud-e menni? Nem, Démon Hill autója is feladja a szolgálatot! Be tud-e menni a boxba? Tudja folytatni a versenyt? A dráma az 1994. évi Forma 1-es világbajnokság drámája, Démon Hill nem bírta tovább! Mivel Démon Hill nem tudta folytatni a versenyt, Schumachernek megmaradt az egypontos előnye. Ezzel Schumacher megszerezte élete első világbajnoki győzelmét a Benettonnal. Button nagyon szépen jön el, Kubica kibújik, Barrichello berakadt, Vettel a második, Kubica ott van Vettel mögött, Jensen Button tökéletes rajtot vett, Rubens Barrichello hihetetlenül beragadt. És itt egy rajtbaleset, Jensen Button azonban utcahossznyi előnyre tett szert. Várható volt, hogy a téli teszteken remeklő Brown GP jól fog teljesíteni a szezonnyitó hétvégén. Azonban az új extrémen kapu Pirellik megkavarták a futam alakulását. Nakajima balesete után még a safety cart is be kellett hívni. Az utolsó körökre Robert Kubica utolérte a már szenvedő Sebastian Vettel. Csúszik le, nézd meg, csúszik le, nem tapad be az autó, és itt körbe autózza! Itt jön, és kívülről körbe fogja autózni! És meg is jön! És meg is jön! És kívülről, és leszakad az autó, és mind a kettőnek vége! Hát nem hiszem el! Jensen Button nyert! Vettel versenyének vége! És Kubica jön első vezetőszár nélkül, és Vettel is jön, de nem tudja kordába tartani az autót, és Kubica is oda csapja! Hát elképesztő! Hát elképesztő! A 2002-es szezonnyitó ausztrál nagydíj látványos balesettel kezdődött. Másodperceken belül megkezdődik a 2002. évi Forma 1-es világbajnoki sorozat. Barrichello nagyon szépen jön el, Ralf Schumacher helyezkedik Mihály Schumacher mögötte, és eltalálja hátulról Ralf Schumacher hatalmasat esnek. Itt jön Ralf Schumacher, megúszta. Ráfutott, tömegbaleset, leállítják a futamot, Button autója ég. Ralf Schumacher 10 éves Forma 1-es pályafutás alatt négyszer nem tudta befejezni az ausztrál nagydíjat. Az újonc Mark Webber első Forma 1-es hétvégéjén két pontot szerzett hazai közönség előtt a gyenge Minardiba. Az ausztrál a futam utolsó szakaszában hősiesen védte pozícióját a nála sokkal gyorsabb Toyotás Mika Salóval szemben. Nehogy aztán az legyen a vége, hogy mind a ketten ott ragadnak ebben a kakaskodásban. Külső ívre került Saló. Na a végére is, és Saló megpördül! Hoppá! Hoppá! Ez csuda. Ez csuda. Ez a nap, és ez a kép. Hát mindjárt kiugrik. Hát fogja már le valaki. Hát, gyönyörű. Ahogy mondod, hogy lehet örülni egy ötödik helynek. Hát ez a sport, kérem szépen. Nick Heidfeld jön a negyedik helyen, a BMW Sauberrel és Button autója! Jensen Button autója kigyullad! Uramisten! Kérelek a vonalig, hát ez nem jön. Lángol a Honda! És átsajjon Button a célvonalon! Nem sokkal rajtot követően a Jordan és Martin Brundle hatalmasat bukott a hármas kanyarban. Néhány pillanatig attól lehetett tartani, hogy tragédiával kezdődik a 96-os szezon. Azonban Brundle olyannyira sértetlenül mászott ki az autójából, hogy egyből a boxba szaladt a tartalék autójáért. A versenyt újraindították,
azonban az új rajt sem alakult túl fényesen Brundle számára, aki ezúttal dinnyizzel akadt össze, és kiesett a versenyből. ...2001-ben a hármas kanyar ismét áldozatokat szedett. Az ötödik körben Jacques Villeneuve féktávon hátulról berohant Ralf Schumacher BMW-jébe. Colt hat dahinter 32,9, also wieder etwas mehr Luft, 1,5. Trulli und Ralf Schumacher fahren 33,6 und voll! Villeneuve! Auf Ralf Schumacher ist er aufgeknallt! Mindkét pilóta sértetlenül szállt ki az összetört autóból. Azonban a bár Honda egyik hátsó kereke átrepült a védőhálón, és az egyik pályabíró halálát okozta. BMW-na nézzük az egy... Hoppá! Villeneuve és Ralf Schumacher! Jézusom! A 2016-os szezonnyitón szinte pontosan megismétlődtek a 2001-es események. Gyere, ez csúnyán összetört az a ház Ferrari. Egy másik autó, ott egy versenyzet. Fernando Alonso! Hoppá, az egy másik autó, bizony. Félreállt Fernando Alonso, és most kászálódik ki a tetőre rakott McLaren Hondából. Atya világ, hogy összetört a McLaren. A 17. körben Alonsonak kell a térdére könyökölnie, vagy támaszkodnia. Nagyon megüthette magát a kétszeres világbajnok. Na nézzük, mi történt Esteban Gutierrezzel, és Fernando Alonso, ezt Alonso nagyon elnézte. És itt még talpon az autó, csak úgy, mint Sergio Perez a Hungaroringen, és két fordulat. Repült. Ralf Schumacher hatalmas bukását követően az újra rajt után David Coulthard vezette a mezőnyt, a második helyen álló Jarno Trullit pedig Mihály Schumacher szorongatta. I thought there was going to be contact there, but they managed to sort it out. But look at this. It's now put Michael under attack from Montoya because Michael Schumacher lost ground. Oh, and Trulli's locking up. Montoya taking that wider line, but Michael, and again he makes the mistake there. Jarno Trulli nem tudta kezelni a rászakadó nyomást, és elvesztette autója felett az uralmat. Particularly through Port. Oh, Trulli's lost it. Trulli's spun. Michael's through. It's all over for Jarno Trulli. The back of the car is damaged. Now Montoya comes down once again, looking for that outside line. Can he wait? Can he be patient? Wow, what an amazing race we're watching in the early stages. Trulli's car. Safety car's got to come out, I'm sure. A safety car alatt a vezető David Coulthard kicsúszott a fűre, ezzel elveszte a vezető pozícióját. A csata ezután az első helyét folytatódott. And all that. I wonder how that one's going to work out. Montoya. Montoya attacking to the outside. He's got to go past. He's passed him under brakes. Can he get round the corner? He did. What an unbelievable overtake by the Colombian Montoya. I mean, staggered on Michael Schumacher big time. Wow! What a restart. Coulthard off on the grass. Montoya takes Schumacher, and now these two are at battle once again. And the Michelin tire certainly working well. Montoya megelőzte Schumachert, azonban a német nem hagyta ezt annyiban, és mindent megpróbált a pozíció visszaszerzéséhez. Az izgalmas csata körökön át folytatódott. Goose into the inside now, there might be a little bit less grip on the inside. Oh, it's getting close again. It's a good chance, Schumacher, again positioning himself, now coming down into turn 3, on the outside of the corner that's upcoming. He's got to be careful, he knows what happened to Montoya, he ran wide twice there in opening laps. Oh, this is fantastic, this is like a Formula Ford race, let alone a Formula 1 race, they're wheel to wheel all the time and the tension down there in the pit. A nagy csatározásban a harmadik helyen haladó Kimi Räikkönen egyre közelebb került az élmezőnyhöz. Schumachernek rá kellett szánnia magát az előzésre. He's closing, but again Montoya defends down the inside. Michael can do nothing this time again. But again, Montoya loses speed in the middle part, and here comes Michael. Michael gets back to Montoya, and Schumacher retakes the lead. A round of applause from the Ferrari mechanics. But these two guys are really racing. This is what motor racing's about, wheel to wheel, giving each other just enough room, making tiny mistakes, trying to take advantage, and Schumacher and Montoya, this is what it's all about. Well,
Az izgalmas versenyt végül Michael Schumacher nyerte, a második helyen befutó Juan Pablo Montoya előtt, a harmadik helyen pedig Kimi Räikkönen ért célba. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, kommentbe írd le, hogy neked melyik volt a kedvenc ausztrál nagydíjad. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, amennyiben hasonló tartalmat szeretnél látni, akkor pedig iratkozz fel a csatornámra. Adjö!